Magyarországra nézve tragikus következményekkel járna, ha az Európai Unió kiterjeszteni az Oroszország elleni szankciókat a gázra és a nukleáris energiára. Ezt mondta Orbán Viktor reggel a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök kiemelte, ezért mentesítést kell kapnunk egy ilyen döntés alól. Orbán Viktor emlékeztetett, a szankciókról szóló tárgyalásokban Magyarország eddig mindig elérte a saját nemzeti céljait, de újabb csomagok várhatóak, ezért is fontos a nemzeti konzultáció. Már csak hétfőig érkezik orosz olaj ezekbe az európai olajfinomítókba és olajtárolókba. Ugyanis akkor lép életbe az Unió még nyár elején elfogadott 6. szankciós csomagja, ami egyebek mellett az orosz nyersolaj importjára vonatkozik. Vagyis hónapok óta egyértelmű, hogy december 5-től néhány tagország kivételével nem lesz orosz olaj az Európai Unióban. Oroszország őrült tempóban szállít olajat Európába, írta nemrég az Oil Price energetikai portál. Az elemzésből kiderül, hogy a közelgő szankciók hatására az orosz tengeri kőolaj export 5 havi csúcsra napi 3,6 millió hordóra ugrott, ezzel elérve a 6. szankciós csomag bejelentése előtti szintet. Vagyis az Oroszország elleni szankciókat teljes mellszélességgel támogató országok az utolsó perceket is kihasználják arra, hogy az embargó életbe lépése előtt annyi olajat vásároljanak Moszkvától, amennyit csak tudnak. Így nem meglepő, hogy az orosz exportbevételek nemrég 5 hetes csúcson voltak, és egy hét alatt elérték a 149 millió dollárt. A majom most ugrik bele a vízbe. Az olajembargó megnehezíti az európai gazdaság működését, és a nagy kérdés az lesz, hogy a szankcióknak milyen hatása lesz az árakra. Erre figyel most a világ, mondta Orbán Viktor a Kossuth Rádióban. A kormányfő kiemelte, a magyar kormány kiharcolta, hogy mentességet kapjon, így Magyarországon nem kell ellátási hiánytól tartani. A miniszterelnök hangsúlyozta, eközben Brüsszel folytatja a szankciós politikáját és további szankciókat akar. Ők azt szeretnék, hogyha az olaj után a szankciókat kiterjesztenénk az atomenergiára is és a gázra is. Ez Magyarországra nézve tragikus következményekkel járna, tehát nekünk ezt ki kell védeni, a mentesítést kell kapnunk. Orbán Viktor azt mondta, a kormány ezért kérte az embereket, hogy a nemzeti konzultációban erősítsék meg a magyar álláspontot, ugyanis húsba vágó kérdés, hogy itthon a családoknak és a vállalkozásoknak mennyit kell fizetnie az energiáért. A kormányfő arra számít, hogy a 9. után lesz 10. és 11. szankciós csomag is, ezért, mint fogalmazott, küzdeni kell, hogy megvédjék az ország érdekeit. Nevezzük háborúpárti tábornak, ők a szankciók kiterjesztését szeretnék elérni, mert folytatni akarják a háborút, és azt gondolják, hogy a háború folytatásán keresztül lehet eljutni a békéhez. Van egy másik gondolkodásmód, mi ehhez az iskolához tartozunk, amelyik azt mondja, hogy azonnali tűzszünet és a béketárgyalások megkezdése. Orbán Viktor hangsúlyozta, a már kivetett szankciók sorsáról fél évente kell dönteni, ezért eljött a számvetés ideje, és alapos vitára van szükség a szankciók következményeiről, illetve azok megújításáról.